Bár tavasszal még nem érezzük olyan erősnek a napsugarait, a szakember azt mondja, már ilyenkor is gondolni kell a bőrünk védelmére. Az egyre magasabb UVB sugárzás miatt gyakoribb a melanóma, a bőr rákos megbetegedésének előfordulása. Magyarországon az újonnan diagnosztizált esetek száma évi 3000-re tehető. Az arcot rettentően a napsugárzás rettentően károsítja, ráncosítja, töri a rugalmas rostokat, de ez csak a szépség. De jön a káros oldala, napsugárzásnak van DNS károsító, tehát bőr örökítő anyag károsító hatása, és ott bizony a bőrrákok emiatt elég gyakoriak. És nincs olyan rendelés, hogy ne jönne valaki bőrrákkal. A legfontosabb, hogy elkerüljük a napégést, mert rendkívül ártalmas a bőrre. Mivel az UV-sugarak által okozott károsodások nem mindegyikét képes a szervezet legyőzni, emiatt évekkel később rossz indulatú bőrtumorok képződhetnek. Melanoma az, amit nagyon tudni kell, hogy elkerülni, odafigyelni rá. Bármilyen barna foltot a bőrön, ha észrevesz valaki, ami növekszik viszonylag gyorsan, avval gyorsan orvoshoz kell menni. Többi bőrrák sem egy öröm, de az, ha ki van vágva, meg van gyógyítva általában. De a melanoma korán ad áttétet, ha időben van, az is gyógyítható. De itt a hangsúly az időn van. Indulás előtt fél órával használjunk fényvédőt, abból is legalább az 50 faktorost, mondja a bőrgyógyász, és déltől 3 óráig kerüljük a napot. Hozzátette, hogy a legfontosabb a megelőzés, illetve az anyajegyek éves bőrgyógyászati szűrése.